Üdvözlöm a tisztelt nézőket! A heti magazin műsorunk központi témája továbbra is a koronavírus fertőzés és az ezzel kapcsolatban hozott legújabb intézkedések ismertetése. Kérem, kísérjék figyelemmel az egyes tudósításokat, és tartsák be a központi és önkormányzati szervek utasításait. Komárom városa ezúton is kéri a szájmaszkot igénylőket, hogy kérésükkel ne a városi hivatalhoz forduljanak, hanem igényüket a városi rendőrség ingyenes 159-es telefonszámán jelezzék. Legyünk továbbra is fegyelmezettek, körültekintőek, és vigyázzunk egymásra. Tisztelt komáromiak! Engedjék meg, hogy elmondjam a legfrissebb fejleményeket a koronavírussal kapcsolatosan. Péntek délben, amikor rögzítjük ezt a felvételt, örömmel mondhatom, hogy még nincs Komáromban diagnosztizált beteg. Az elmúlt napokban gyanús esetet sem vizsgáltak. Ez azonban könnyelműségre nem ad okot. Kérnék mindenkit, hogy szigorúan tartsuk be azokat az előírásokat, azokat a szabályokat, amelyek érvényesek. Az elmúlt napokban már kötelezővé vált a szájmaszk használata. Mindenkit kérek arra, hogy ezt tartsa be, amennyiben szükséges esetben kimozdul otthonról, viselje a szájmaszkot. Az idősebbnek, komáromiaknak folyamatosan hordjuk ki a szájmaszkokat, akinek még ilyen nem érkezett, kérem, jelezze ezt a városi rendőrség telefonszámán, a 159-es számon. Közös cél, hogy nagyobb mértékben valósuljon meg a tesztelés, ezzel is kiszűrve a gyanús eseteket és a megbetegedéseket. A járási hivatal a kórházzal és a várossal együttműködve zajlik annak a térnek az előkészítése, ami a kórház előtti térben egy gyors tesztelésre adna lehetőséget. Több kérdés érkezett a piacokkal kapcsolatosan. A kisebb városi piac a vár tövében nem működik jelenleg. A nagyobb piac együttműködve és egyeztetve a közegészségügyi hivatallal tovább működhet, viszont szigorú feltételekkel. Továbbra is szerdán és szombaton 7 és 11 óra között működhet. Természetesen itt is kötelező a szájmaszk használata. Az eladóknak kesztyűt is kell viselni. Az eladó pultok között helynek kell maradni, és minden egyes esetben a piac megvalósulása után, lezajlása után fertőtleníteni fogják az egész területet. El kell mondanom, hogy a koronavírus nagyon komoly gazdasági károkat okoz, ugyanúgy érvényes ez az önkormányzatokra is. Folyamatosan értékeljük a helyzetet, és vizsgáljuk, hogy milyen pénzkieséssel kell számolni. Ebben az esetben kérem a lakosok türelmét is, mivel minden bizonnyal látható lesz ez a városban is, hogy bizonyos fejlesztések nem indulhatnak el, és a bizonyos szolgáltatások terén is komoly spórolásra lesz szükség. Ezt folyamatosan értékeljük, városi hivatalon belül kialakult egy munkacsoport, akik reagálnak, akik készítik elő azokat a gazdasági intézkedéseket, amellyel a folyamatos működést biztosítani tudjuk. Természetesen az önkormányzaton belül meg fogunk tenni mindent azért, hogy azon a segítségén és azon a támogatáson túl, amit majd az állam biztosít, mi is megpróbáljuk enyhíteni a családokra szakadó terheket. Ehhez külön egy munkacsoport fog fölállni, akik kidolgoznak olyan szociális lehetőséget, olyan szociális csomagokat, amivel tudjuk enyhíteni a családok, a komáromi emberek gondjait. Ehhez már most átrendeltem személyes hatáskörbe egy pénzcsomagot, és a jövőben is keresjük annak lehetőségét, hogy milyen módon tudjuk enyhíteni a családok terheit. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Sajnos olyan dolgokat is meg kell lépnünk, hogy például elmaradnak a nagyobb rendezvényeink, így már tudható az is, hogy nem kerül megrendezésre a komáromi napok, vagy más olyan rendezvény, amit a közeljövőben terveztünk. Bízom abban, hogy mi komáromiak összefogva, tartva a szoros fegyelmet, mi hamarabb túl leszünk ezen az időszakon, és mi hamarabb vissza tudunk zökkenni a régi kerékvágásba. Kérek minden komáromit, hogy ebbe legyen partner, vigyázzunk egymásra, figyeljünk oda egymásra, különös tekintettel a szépkorúakra, és tegyünk meg mindent azért, hogy Komáromban újra találkozhassunk kint az utcákon. Régiónkban a járási válságstáb hivatott gondoskodni a biztonságunkról. A válságstáb az aktuális szituációhoz mérten szükség esetén ülésezik. Tagjai közt foglalnak helyet egyebek mellett a járási hivatal, a kórház, a rendőrség, a tűzoltóság, a közegészségügyi hivatal és a közútkezelő vállalat képviselői. Ha a szükség megkívánja, az ülésekre más szervezetek szakemberei is meghívást kapnak. A járási válságstáb vezetője a Komáromban
Komáromi járási hivatal előjárója Szendi László. Nekoľko v našom okrese ešte zatiaľ nemáme potvrdeného pozitívneho pacienta na vírus COVID-19. Jelenleg a járásunkban még nincs igazolt koronavírus fertőzött, de minden eshetőségre alaposan fel kell készülnünk. Ennek fényében számos óvintézkedést foganatosítottunk a járásban. Felmértük annak lehetőségét, hogy a külföldről hazatért, és házi karanténba kötelezett honfitársainknak miként tudnánk biztosítani a lakhatást és az élelmezést. A járásunkban sikerült is kijelölni mintegy 19 olyan ingatlant, amely erre a célra alkalmas lehetne, de egyelőre ezekre az ingatlanokra nincs szükség, mert a belügyminisztérium a saját lehetőségeihez mérten gondoskodik az ilyen lehetőségekről. De ismétlem, minden eshetőségre fel kell készülnünk. Svojich možností ešte zvládať túto situáciu, ale musíme byť pripravení na každý prípad. Elsődlegesen most az orvosokra és az egészségügyi dolgozókra kell ügyelni, ugyanis ők vannak a frontvonalban, és nagy eséllyel többen kényszerülnek majd karanténba vonulni. Vytipovali sme jeden objekt, to je vlastne Hotel Panorama, pre zdravotnícky personál. Egy létesítményt már kijelöltünk, amit esetlegesen erre a célra szánnánk. Ezt akkor vetnénk be, ha karanténre lenne ítélve orvos, vagy például nővérke, hogy ők ne veszélyeztessék a saját családtagjaikat, így a karantént a szálloda szobáiban tudnák ők átvészelni. Túto karanténu by mohli abszolvovať v priestoroch tohto hotela. A járási válságstáb arról is gondoskodott, hogy a vérvételre vagy más mintavételre szoruló páciensek anélkül is szakszerű ellátásban részesüljenek, hogy belépnének a kórház területére. Ez az egészségügyisekből álló kihelyezett csapat arra szolgál majd, hogy a mintavételre akár már a parkolóban is sor kerülhessen. Természetesen a steril és biztonságos körülményeket a szakemberek biztosítják így is, és a páciens nyomban haladhat tovább az útján. Különösen nagy veszélynek vannak kitéve a hajléktalanok is, mert ők csoportokba tömörülnek, nem ritkán küzdenek egészségügyi gondokkal, és jellemzően az immunrendszerük is gyengébb. Ez a téma március 25-én került terítékre a válságstáb ülésén. A városoknak és a falvaknak gondoskodniuk kell azokról, akiknek nincs fedél a fejük felett. A hajléktalanok érdekében egy cselekvési szabályzatot adtunk ki, melyet már megkaptak a települések képviselői a járásban. Ebben az áll, hogy gondoskodniuk kell a karanténközpontokról a hajléktalanok részére. Az lenne most az ideális, ha az emberek meggondolnák, hogy valóban szükségük van-e most a kórházi ellátásra. Korlátoztuk a tervezhető egészségügyi szolgáltatásainkat. Csak akut eseteket fogadunk, és ez vonatkozik a rendelőkre és az osztályokra is. Az új koronavírus terjedési esélyének csökkentése érdekében már nyomban a bejáratnál különféle óvintézkedések történnek. Bemenni egyébként már csak egy helyen lehet, kizárólag megalapozott esetben léphetnek be a kórház területére és kizárólag a Megyercsi utcáról. Minden érkezőnél testhőmérsékletet mérünk. Az érkező, vagy a páciens, vagy a kísérője utazási anamnézist ír, amelyben nyilatkozik a külföldi utazás. Majd aláír egy becsületbeli nyilatkozatot, hogy nincs arról tudomása, hogy bármiféle kapcsolatba került volna koronavírussal fertőzött emberrel. Abban az esetben, ha valakinél jelentkeznek az új koronavírus okozta megbetegedés tünetei, elkülönítik egy erre a célra kialakított helyiségben, ahol a beteget ellátásban részesítik. Amíg a recepciótól idejér, a sürgősségi osztály személyzete már felkészülve várja, és azt feltételezi, hogy a páciens a COVID-19 vírussal fertőzött. Elvégzik az ilyenkor szükséges higiéniai és járványügyi intézkedéseket, védőöltözéket is alkalmaznak természetesen. A további intézkedéseket a tiszti főorvos utasításai szerint hajtják végre. Amennyiben a páciens valóban súlyos állapotban van, esetleg összeesik, mi erre is felkészültünk. A pandémiai tervezet és a krízis intézkedéseink előírásai szerint itt egy kórtermet tartunk fenn azok részére, akiknél fennáll a koronavírus fertőzöttség veszélye. Őket a többi betegtől és a személyzettől elkülönítjük.
A komáromi városi rendőrség a hagyományos teendőin túl a koronavírus fenyegetettséggel járó feladatokat is ellátja. Bežným veciam nám pribudlo, ani nie, že pribudlo, ale radi to spravíme, že vypomôžeme roznášanie rúšok, ktoré... A szokott feladatok mellé az is besorakozott, amit egyébként mi nagyon szívesen végzünk el. Mi hordjuk szét azokat a szájmaszkokat, amelyeket a városunk, a nyugdíjas, idős polgártársainak készítetett. Mi fogadjuk az igényléseket, a kollégáim feldolgozzák az adatokat, és amint megérkeznek a szájmaszkok hozzánk, csomagoljuk az igénylés szerint, és nyomban szállítjuk is ki a címekre ezeket. Szeretném kérni a lakosságot, hogy a 159-es ingyenesen hívható telefonszámon jelentkezzenek. A kolléga fogadja a hívást. A betelefonáló bediktálja a becses nevét, a címét és az idős emberek létszámát az adott háztartásban. Persze ilyenkor jó, ha a telefonszámot is megadják, hogy a lehető leghamarabb létrejön a kapcsolat kézbesítéskor az igénylővel. Igyekszünk ezt gyorsan és szaporán végezni, ahogy csak lehet. Amint megkapjuk a készletet, nyomban csomagoljuk is, nem tárolgatjuk feleslegesen. Nyomban kinn is van a megadott címen a szükséges mennyiség. Továbbá segítkezünk az ebédek házhoz szállításában, vagy akár a bevásárlásban is. Egy kolléga kifejezetten ezekkel a kérésekkel foglalkozik. Abban a pillanatban, amint a hívás beérkezik, a lehető leggyorsabban indul és végzi ezeket a feladatokat. A városi rendőrség szorosan együttműködik az állami rendőrséggel is, együttesen ellenőrzik a komáromiak viszonyulását a válsághoz. Azt mondják, az emberek városunkban fegyelmezettek. Nyomban az egész elején a járási rendőrparancsnokság igazgatójával megbeszélést tartottunk, és felosztottuk egymás közt a feladatokat, mivel ők is túlterheltek voltak. Mi felvállaltuk azt, hogy ellenőrizzük a komáromi boltok és kereskedelmi egységek nyitvatartását. Köszönetet kell mondanom a komáromiaknak, különösen a kiskereskedőknek, hogy a lehető legteljesebb mértékben fegyelmezettek voltak. A döntés a boltok zárvatartásáról pénteken délután született. Mi szombat reggel indultunk figyelmeztető körútra, de elmondhatjuk azt, hogy a szünetre utasított boltok 95%-a már zárva volt. Csak azokat az utasításokat kell betartanunk, amiket elrendelnek magasabb szinteken, és fegyelmezetnek kell lennünk. Ha ez így lesz, együtt legyőzzük a vírust. Ezt a beszélgetést a városi rendőrparancsnokkal március 25-én szerdán rögzítettük. A járványválság további alakulását figyeljük és folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. A véradás most is nélkülözhetetlenül fontos, ám az egészségügyi dolgozók a fennálló koronavírus veszélyeztetettség miatt változtattak a véradás módján. Az új irányelvek részeként, melyeket az elmúlt héten már foganatosítottunk, az úgynevezett kiszállásos véradásokat egyelőre töröltük, épp úgy, ahogy ezt tette az összes véradóállomás, a Nemzeti Transfúziós Szolgálat is. Így egyúttal azzal is számolunk, hogy elveszítjük a véradóink mintegy 30%-át, de kénytelenek vagyunk a véradóinkat kizárólag a kórházban fogadni a transzfúziós osztályon. Minden egyes nap reggel 7 és 9 óra között várjuk a véradókat, ez annyit jelent, hogy szombat és vasárnap kivételével bármelyik napon lehet jönni. Arra kérjük azokat, akik most adhatnának vért és hajlandóak eljönni, mindenképpen jelezzenek előzetesen a 035 79 09 310-es telefonszámon, és így egyeztessenek időpontot a munkatársaimmal. Ez azért történik így, hogy ne torlódjanak fel a véradók, ne legyen csoportos jelenlét. Szeretnénk megóvni a véradókat és a személyzetet is. Nagyon fontos, hogy minden szigorú óvintézkedés maradéktalanul érvényesüljön, hogy a véradók biztosak lehessenek abban, hogy nincs veszélyeztetettségi kockázat. Naši darcovia prechádzajú dvojitým filtrom, to znamená, že pri bráne v nemocnici sa musia zaregistrovať. A mi véradóink kettős szűrésen esnek át, ez annyit jelent, hogy a kórház kapujában regisztrálniuk kell, ott testhőt mérnek a kollégák, majd egy adatlapot is kitölt az érkező. Épp így a transzfúziós osztályon is ki kell tölteni egy bejelentkezési lapot. Mindenképpen nyilatkozni kell arról, hogy jártak-e külföldön, kikkel álltak kapcsolatban,
volt-e, lehetett-e köztük fertőzött. Ezzel szeretnénk védeni egyrészt a pácienseinket, másrészt pedig a személyzet tagjait is. Afelől is érdeklődtünk, miként zajlik a vér feldolgozása ebben a rendkívüli időszakban. Ez a megbetegedés, tehát a koronavírus, épp úgy, ahogy az influenza, nem adható át transzfúziós úton, tehát mi a transzfúziós anyagokat nem vizsgáljuk koronavírusra. Egyrészt nincs erre lehetőségünk, másrészt pedig nincs erre okunk, de természetesen bizonyos óvintézkedéseket be kellett tartanunk nekünk is. Jelenleg úgymond karantenizáljuk, tehát elszigeteljük a vérkészítményeket. Főleg a vörösvérsejteket védjük rendkívüli módon, amelyeknek 42 nap az élettartamuk. Jelenleg 14 napig karanténban tartjuk a levett vért, és arra kérjük a véradót, nyilatkozzon a véradást követő 14 napban az egészségügyi állapotáról, annak esetleges változásairól. Arra kérjük, azonnal jelezze, ha bármilyen légúti megbetegedés jeleit érzékeli magán, köhögést, megfázást, lázat. Több komáromi döntött amellett, hogy éppen most szánja rá magát a véradásra, így próbál segíteni. Nagyon örülnénk annak, ha előzetesen telefonon bejelentkeznének a véradók. Így a kollégáimtól időpontot kapnak, és így meg tudjuk azt előzni, hogy tömegesen jelenjenek meg a véradók az osztályon. Ha ezen a telefonszámon előzetesen jelentkeznek, mi időpontot javaslunk, megbeszéljük a véradóval, hogy mikor felelne meg neki a leginkább a véradás. Jelenleg éppen nincs nálunk hiány vérkészítményből, arra is van kapacitás, hogy más kórházaknak adományozzunk. Az AGEL csoport kórházai közt is jó az együttműködés, hogy ezekben a nehéz időkben kisegítsük egymást. Nyilván készséggel segítünk mi is, amikor tudunk, de a lehetséges rosszabb időkre is fel kell készülnünk. Nem tudjuk még, mi az, ami ránk vár, aggodalmaskodunk, mert nem tudjuk, hogy a vírushelyzet hogy alakul majd a jövőben. A rosszabb forgatókönyvekre is fel vagyunk készülve. Minden esetre fontos, hogy a vérellátásban ne legyen fennakadás, ezért kérjük azokat, akik készek vért adni. Betöltötték a 18. életévüket, de nem lépték át a 65-öt, egészségesnek érzik magukat, és nincs negatív anamnézisük, jelentkezzenek véradásra a megadott telefonszámon. Annak érdekében, hogy meggátoljuk az új típusú koronavírus terjedését, a vonatállomás melletti piac üzemeltetőivel bizonyos feltételekről egyeztettünk, melyeknek része az is, hogy a piac 7 és 11 óra között tart nyitva. Szombaton és szerdán reggel, főként ebben a tavaszi időszakban számos komáromi kell útra kosárkával a kezében. A piac a legősibb szupermarket a szabad ég alatt. Ám napjainkban több bizonytalansággal is összefonódott. A regionális közegészségügyi hivatal jóváhagyta a piac feltételekhez kötött működését, így az őstermelőknek nem kell azon aggodalmaskodnia, hogy a megtermelt és frissen a vásárlók elé tárt portékát el tudja adni, avagy sem. Az árusítás lehetséges, tehát az olyan élelmiszerek, mint a zöldség, a gyümölcs, a hús, a kolbász továbbra is várja a vásárlókat. Ugyanakkor abban maradtunk, hogy a lábbeli, a háztartási cikk vagy a ruházat árusítása most szünetel. Az üzemeltető kötelezettséget vállalt az asztalok fertőtlenítésére az árusítás után, az eladók pedig távolságot tartva egymástól minden második asztalnál végzik a kereskedelmi tevékenységet. Figyelmeztettük őket arra, hogy maszkot és védőkesztyűt viselni kötelesek, és erre figyelmeztetjük belépéskor a vásárlókat is, viseljenek maszkot, és tartsák be a másfél méteres vonulási távolságot. Az üzemeltetővel történt egyeztetés jó hírekkel szolgál a kertészkedőknek és a virágtermelőknek is. Ilyen termékeket a lakosság sehol máshol nem tud megvásárolni, így ezek a termékek korlátozott mennyiségben árusíthatók. Fontos, hogy ne tömörüljön nagy mennyiségű áru egy helyen, hogy a portéka ne vonzon a standhoz egyszerre sok ember. Az üzemeltetőnek joga van ezt kontrollálni, tehát ha épp nincs elegendő hely így az összes kereskedőnek, akkor a vásárosok hetente cserélkeznek. Ezen a héten szigorúbbá váltak a védőmaszkok viselésének a feltételei is. Március 25-ei hatállyal minden lakos köteles maszkot viselni, aki közterületen tartózkodik. Ez vonatkozik gyakorlatilag mindenre, ha kilépek a házból vagy a lakásból, köteles vagyok maszkot húzni a magam és mások egészsége érdekében. Az egyhasználatos maszk
maszk azért egyhasználatos, mert a viselése után nyomban ki kell azt dobni. Sokan maguknak készítik el a textil maszkjukat, természetesen ezek is megfelelnek a szabályzatnak, de használat után fontos magas hőfokon kimosni a maszkokat, és az ismételt felhasználáshoz át is kell vasalni. Nem ajánljuk a gyülekezést, hiszen valóban nem tudhatjuk azt, hogy ki állt közülünk valamilyen kapcsolatban fertőzött személlyel. Az elismerő szó az ügyes rendőrnöknek is jár, akik nem csak a mi városunkban szolgálatot teljesítő kollégáik részére készítenek arcmaszkokat, hanem a járásban szolgálóknak is. A járási rendőrparancsnokság Határőr utcai főépületében egy rögtönzött varóműhelyt alakítottak ki, a saját varógépeiket hozták magukkal a rendéber őrei, és már március 18-án nekiláttak a varrásnak. A munkafolyamatot felosztották maguk között, hárman varnak, egy vág, egy előkészít és vasal. A munkálatokhoz saját anyagot használnak, de tekintélyes mennyiségű alapanyag érkezett a nyitrai kollégáktól is, akiknél anyagból túlkínálat mutatkozott. Mindeddig fehér és fekete védőmaszkokat készítettek itt, de hamarosan színeseket is varnak majd. A legfontosabb azonban nem a szín, hanem a kellő biztonság szolgálat teljesítés közben. Mindeddig a rendőrnők mintegy 300 szájmaszkot készítettek kollégáiknak, de a munka egy pillanatra sem állít addig meg, amíg van miből varni és nem lesz készlet. Hiány. Miután a rendőrállományt ellátják, akkor is folytatják majd, hogy jusson elég maszk mindazoknak, akiknek arra szükségük van. Anyagból van elég, a gumi fogy gyorsan, tehát szívesen fogadják a rendőrkapitányságon azt, aki gumival tudna segíteni. Minden centiméter számít. Kedves pedagógus kollégák! Nincs még egy olyan mesterség, amelynek mindennapjaiba az érzelmek olyan széles tartománya tartozna, mint a pedagógusé. Lelkesedés, fennköltség, sikerélmény, bizalom váltakozik a kudarc, az aggodalom, a kétely érzésével egyetlen nap folyamán. Hiszen a derű és a ború a mi hivatásunk gyakorlása során kéz a kézben jár. Örülünk a szépen nívelt betűknek, a folyékony olvasásnak, a térképen való eligazodásnak, a megszerzett tudásnak ugyanúgy, mint az udvarias köszönésnek, egy jól sikerült tornagyakorlatnak, vagy egy szépen megszólaló énekszámnak. Szánakozunk azon, ha közöny vagy érdektelenség veszi körül igyekezetünket. Leginkább a csendes esőhöz hasonlít a munkánk. Bőkezűen ontja mindazt, ami a földben megbúvó magvakat táplálja. Szerencsés esetben magukba szívnak minél többet az éltető áldásból, és akkor szárazság esetében is képesek lesznek termőre fordulni. Ez a mi legnagyobb jutalmunk. Tisztelt pedagógus társaim! A tanítónap alkalmából kívánok mindannyiuknak több derűt, mint borút, több fényt, mint árnyékot, és sokkal több mosolyt, mint amennyit eddig adtunk és kaptunk. Ünnepeljünk a szívünkben. Ennyit enged ma helyzetünk. Jó egészséget mindenkinek! Maradj otthon! Tisztelt nézőink! Önök a Komáromi Magazin legújabb adását látták. Kérjük, kísérjék figyelemmel a Facebook oldalunkat is, ahol mindig megtalálhatóak a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos legfrissebb információk. Találkozzunk egy hét múlva is. Viszontlátásra!
Az új műszaki vizsgálóállomásunk, az STK OK megnyitotta kapuit. Komáromban az Érsekújvári úton várjuk ügyfeleinket. Online időpontfoglalás a www.stkok.sk weboldalon, vagy a 0905 917 238-as telefonszámon. Megrendelt időpont hiányában is lehetőségenkhez mérten gyors ügyintézéssel várjuk ügyfeleinket. Új háztartási gépre, elektronikai eszközre van szüksége. Mindössze porszívó zsákja fogyott el? Mi önökért vagyunk. Keressenek minket. Ingyenesen házhoz szállítjuk a kért terméket. Keressen minket a 0908 963 112-es telefonszámon, vagy küldjön mailt az ondrej.seben@euronics.sk e-mail címre. Támogassuk egymást, köszönjük bizalmát!